minden egyes szipuzásomnak a kezdetén becsapott a képbe egy ilyen energialán, csak egy energiaszál, majd vigyázz, itt vagyok, nem szabad. Köszöntöm a nézőket, Kadarka Jendre vagyok. Ez itt az Arckép, és eheti vendégünk számvetésre készül 60. születésnapi alkalmából egy Monstre koncertet ad majd. Tevékenységének, életművének három tartó pillérét fogja majd színpadra tenni. Egyfelől az abszurd humor, tehát a Lárpullár társulatot, a KFT zenekart és a spiritualitást, vagyis a buddhizmust. Erről a három pillérről és a 60 év tanulságairól fogok majd beszélgetni az egyik kedvenc éttermében, Lár Andrással. Azt mondta egy helyütt, hogy én 47 éves korom óta vagyok boldog, hát, és azóta vagyok megelégedve. Így van. Mi történt 47 éves korában? Hát nem tudom. Egyszerűen csak benőtt a fejem lágya. Hirtelen rájöttem, hogy én már az vagyok, aki most már ezen nincs mit változtatni. Tehát ez jól van így, ahogy van. Magától úgy is öregszik az ember, magától úgy is alakul. Tehát önmagától fejlődik az ember, anélkül, hogy erőlködnie kéne. Tehát, de volt egy pont, amire konkrétan emlékszik, hogy most úgy megérkeztem, hogy harmóniába kerültem önmagammal? Hát igen. Azt elmeséli nekünk, hogy melyik volt az? Hát nem mesélném el. Egy intim pillanatban történt, amikor amúgy is elégedett lettem volna, de itt még egy kozmikusabb elégedettséget is átéltem, és így rájöttem, hogy ez jó. Tehát másnap fölkelve is meg jó volt, meg utána is. Tehát mentem az utcán, és úgy jó volt nekem. Tehát nem éreztem azt, hogy most én nekem másmilyennek kéne lennem ahhoz, hogy jobb legyen nekem, hanem én nekem már most jó. De meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem függött anyagiaktól. Ez mitől függ? Hát harmóniától. Az honnan jön? Azt akarja az ember, vagy csak jön? Ha az ember nem akar nagyon semmit, akkor jön. Az akarás, ez a magyar nagyon jól mondja, hogy akarásnak nyögés a vége. Ez azt jelenti, hogy az ember akar valamit, tehát ez semmi rosszat nem mond ez a mondás, csak az igazat. Tehát amikor valaki valami olyat nagyot akar, valami olyasmit, ami nem akar a világból kijönni magától, akkor annak nyögés a vége, mert nem megy a vége. Érted? És akkor ezért ez így van. Tehát jobb nem akarni, és akkor minden, ami lesz, az úgy akaródik. Ön 47 éves kor előtt például akart valamit nagyon? Tehát érzett olyat? Igen, akartam. Én boldog akartam lenni. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy már boldog vagyok. Boldog mi által? Tehát mondjuk sikerek által, dicsvény által, elismerés által? Hát az már rég volt. Az 17 éves koromban azt gondoltam, amikor én már gitároztam egy zenekarban, hogy majd attól leszek boldog, ha már a zenéből élek. Egészen addig, amíg én be nem futottam, azt gondoltam, hogy attól leszek boldog, ha be vagyok futva. De ez 1981-ben megtörtént, és én még 1985-ben a vacakul éreztem magam. De mi hiányzott? Minden! Minden. Már nem voltam boldognak. Tehát én sérülékeny voltam, lusta, de közben kicsit pukkancs, meg nagyon érzékeny mások kritikájára, meg ilyen... Sértődékeny volt? Sértődékeny, igen. De mint tudod például mindenen, sértődni? Bármit. Mondjál bármit, megsértődök rá. Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy... Az igaz például, hogy fiatal korában vegetatív neurózisra volt? Hát erről beszélek. Így van. Olyannyira, ugye ezt lehet, hogy sokan nem tudják, ez ilyen pánikbetegség. Igen, de azt akkor nem úgy hívták. Ezt én komolyan mondták, hogy vegetatív neurózis. Ez úgy volt, hogy valakivel egy rossz hangulat összeszólalkozás, és nekem majdnem elállt a lélegzetem. Szóval konkrétan majdnem megfulladtam. Konkrétan érezte a fizikai jeleket? Éreztem azt, hogy most meg fog fulladni, ha csak nem csinálok valamit, és akkor megmostam az arcomat, és az úgy helyre jött. Ez hiperérzékenység? Tehát annyira szenzitív lehetett? Igen. Vagy? Szenzitív voltam mindig is, igen. De aztán, de várjunk, nézzük a jó kifejletet, hogy nem ragadjunk le itt ennél a keserű résznél. Hanem 85-ben én elmentem a buddhista misszióba,
és kértem, hogy mondják, hogy mi ez a buddhizmus, és adtak könyveket, és akkor én arra így rácsodálkoztam, hogy döbbenet. Olyan világnézetet sugároztak, amivel én teljesen együtt tudtam rezegni. Óriási volt. És elmentem tanulni őhozzájuk az ő iskolájukba, és ott megtanították nekem a vipassana egyik fajtáját, az anápanaszatit, ami a lélegzés fölött gyakorolt kontroll, tehát az ember figyeli éberen a saját lélegzetvételét, és ezáltal teljesen elnyugtatja az amúgy háborgó tudatot, mert újra és újra visszatér a lélegzéshez. És ezáltal egy nagyon komoly megnyugvás jön létre, ha sikeres a gyakorlat. És én ezt másfél évig egyfolytában végeztem, és még utána is, de másfél év után elmúlt a vegetatív neurózisom. Tehát egyszer csak azt vettem észre, hogy már nincs semmi. És onnantól kezdve nincs semmi. Tehát azt jelenti, hogy másfél év gyakorlása ennek a meditációnak, ez elvezetett odáig, hogy ezt úgymond kinőttem, ezt a vegetatív neurózist. Tud mondani egy másik olyan példát, ami például tetten érhető, akár a személyiségén, akár a mindennapi létezésén, ami mindennek köszönhető? Ugyanennek a témának? Igen. Hát az, hogy sikerült szerintem a természetemben létrehozni egy olyan változást, hogy azok az energiák, amelyek össze-vissza csapongtak, hogy azok összefogva tudnak működni. Tehát sokkal nyugodtabb vagyok, pro és kontra. Hát jó, hát kiengedem időnként a röhögésemet, ezt nem tudom megállni, elnézést kérek. Szóval mindig is egy abszurd humorra hajló ember voltam. De például már dühös ordibálásra nagyon nehezen lehet rávenni engem. Rá lehet, de nagyon nehezen. Mivel például? Hát valaki dühösen ordibál. Dühösen ordibálva jön és az arcomba hajol, akkor lehet, hogy a hasonló módon ezt visszatükrözöm, hogy én is tudok baromira. Képzeljék el, rendkívül hangosan tudok ordibálni. Tehát úgy, hogy belenézek az illetőnek az arcába, és nagyon erősen ordibálok. Ezt én meg tudom csinálni. Csak nem szeretem. Az ember szinte trenírozza magát, hogy ne húzza fel magát? Igen. Igen. Treníroz. Én trenírozom magam. Gyógyítani például tud? Ismerek olyan technológiákat, amelyekkel megnyitható a gyógyító energiák áramlása. Ezek imák ismételgetése elsősorban? Például, az is, igen. De van hozzá rituálé is adott esetben. Ez milyen szintű betegséget képes gyógyítani? Nincs felső határ. Nincs felső határ? Nincs. Egészen meghökkentően nagy és nagyon kicsi dolgok is tudnak lenni, és nem, nincs benne biztosság. Tehát én például az ilyenfajta gyógyításban való közreműködésért soha pénzt nem kaptam, de nem is fogadnék el. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy ebbe én csak egy médium vagyok. Ön kvázi csak közvetít? Igen, kvázi. Tud mondani egy olyan példát, ami még mondjuk ránk tartozik, ami mondjuk a legnagyobb ilyetén való gyógyító tevékenység? Tehát amire még ön is azt mondta, hogy ez maga a csoda. Hát azt tudom, hogy egyszer megkért egy anyuka arra, hogy a nagyon-nagyon fájós lábú kicsi lányával kapcsolatban végezünk egy szertartást a tündértantra körben, akinek nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas ilyen csont volt, változása volt, tehát ilyen csontdaganatos, és a szertartás végére megszűnt a fájdalom. Tehát azt nem tudom egész pontosan, hogy ez hova fejlődött aztán az idők során, mert eltűnt a szem a látóteremből ez a gyerek, de nem tudom, hogy a gyógyulás milyen fajta, de az, hogy egyik másodpercről másikra elmúlt a fájdalom, azt visszajelzésként kaptam. Az ön esetében is így volt, ugye? A porckorong. Esetében. De ugye azt most azt mások, tehát ott gyakorlatilag a jógások, a jóga a mindennapi életben követői, jógás emberek imádkoztak értem, valahol egy szatszangot tartottak, egy ilyen kis szent összejövetelt, aminek a keretén belül fölhívott a jóga oktató, hogy András, most érted, éneklünk, hogy te meggyógyulj, és közben már énekelték a hindu nyelvű bhajant. És csak én a telefon keresztül hallottam, és akkor hát nagyon meghatódtam, az hozzátartozik biztos a dologhoz, hogy ez nagyon megérintett, hogy 30-40 ismeretlen, mondhatni azt, hogy totál idegen ember, én értem, énekel, hogy én gyógyuljak meg. És akkor ezután letettük a kagylót, és ezután egy perccel, de konkrétan egy perccel kiszálltam az ágyból.
Úgyhogy annak előtte nem tudott mozdulni. De nem, két hétig feküdtem szinte mozdulatlan, mert minden mozdulat fájt. Szóval nem tudtam ki, mert a WC-re az a legnagyobb kínlódás volt így hason kicsúszni, vagy valami. Szóval borzasztó, nem is szívesen emlékszem rá. Rettenetes kín. Na és abból egy perc alatt fölálltam, de úgy, hogy megtartott a lábam már megint. Na tehát odaig a lábamra nem lehetett támaszkodni, meg semmire. Szóval ez egy akkora csoda, ami kész. Tehát ennél nagyobb csodát én nem éltem, és mivel ezt én a saját testemben éltem át, én már soha többé nem mondhatom azt, hogy nincs csoda. Vagy hogy például nincs Isten. Szóval hiszen itt a csoda úgy működött, hogy ők, értem, Istenhez imádkoztak, hogy én gyógyuljak meg. Tehát ebből nem lehet kihagyni az Istent. Az úgy működött Istennel. Tehát akkor lehet... Tehát az Isten hit az annyi, hogy az ember hiszi, de én meg tudom. Tehát érted? Szóval gyakorlatilag az... Bizonyosság van, hogy ez hogy van. Akkor, amikor ön ezzel elsőként, vagy elsők között kezdett megismerkedni, mondjuk a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek második felében, igen, akkor ez még szerintem Magyarországon kevésbé volt mondjuk elterjedt, elfogadott. Igen. Érzett olyat akár baráti körben, akár a nagy közönség, akár a kollégái részéről, hogy esetleg furcsálják mindezt, kinevetik, összesúgnak? Hát igen, furcsálták, de nem mindenki nevetett ki, néhányan összesúgtak, de például a legtöbben azt gondolták, hogy ez a lárnak egy újabb hepaj, hóbort, ilyen hóbort, mindig a lár egy kicsit hóbortos volt, most ez az új hóbort, hogy buddhizmus. Hát nem baj, semmi baj, mindenki azt gondol, amit akar, nem? Tehát ez teljesen jogos, minden ember gondolja. Nem bántott ön soha? Azt nem mondom, hogy nem bántott soha, nyilván bántott valamennyire, de már nem bánt semmi. Tehát egy jó ideje. 47 éves korom óta nem nagyon bántanak a dolgok. Ha már említette ezt a sokszínűséget, ez, és elmondja, és szerintem tanúsíthatja az, aki figyeli az ön életművét, hogy egységé rendeződött önben. Hisz lehet komoly arcéllel, zenészként és spirituális vezetőként is, komikusként is egyszerre jelen lenni a magyar nyilvánosságban. De éppen ezért kérdezem, hogy mindez a sokszínűség az adott területen, mondjuk a kollégái részéről, a szaktársai részéről nem vetített elő olyasmit, hogy esetleg minden területen egy picit kívülállónak tartják? Dehogy nem. De. És ez nem baj? Hát nem. Nem baj. Nem is jó. Nem is baj. Hát ez van. Ez így alakult. Tehát ezt észrevette, hogy zenészek közt azt mondják, hogy a lár humorista, a humoristák közt, tehát, hogy zenészként van elkönyvelve, mint más esetben például művésznek tartják a spirituális körökben? Igen. Igen, igen. Tehát úgy mindenhol egy kicsit nem vagyok, miközben mindenhol vagyok. Ez így van. De ez mindig így van, tehát nem csak ezekkel a nagy területekkel, hanem úgy általában. Tényleg ez a jelenlétem a világban, az így néz ki. És ön nem is az a típus, aki egy területre fókuszálta volna az életét, és abban, és csak is abban fejtette volna ki a tehetségét? Hát így alakult. Én csak zenész akartam lenni eredetileg. Én nem akartam például humorista lenni. Tiltakoztam ellene. Tehát amikor a Galla engem 85-ben rá akart venni arra, hogy csináljuk meg a lárpurlárt, egy évig rágta a fülemet. Tehát ő azt akarta, hogy legyen egy költői est, amin az én hülye versikéimet mondom, mint én komoly költői üzé, tehát mint egy ilyen interpretáról, egy olyan Latinovics Zoltán-szerű valaki komolyan kiáll és nyomja. Na de miket? Ugye ez, és akkor Galla ezekkel jött, hogy ezt csináljuk meg, mert ez annyira vicces lenne. Miért berzenkedett ellen? Hát mert lusta voltam. Én zenész voltam. Én azt gondoltam, hogy zenész. Hogy akkor nekem az elég. Hát ezeket a versikéket mondtam a KFT-ben, Lukakban, tehát ilyen két... Konferenciéként. Konferenciéként, így van. És akkor a Galla jött ezzel, és aztán mi azzal nyert a Galla, levett a lábamról, hogy nekem ebben nem kell semmit se dolgoznom. Tehát azt mondta, hogy Andris, én megszerkeztem a műsort, te csak add ide a verseidet. És akkor én egy ilyen nagy nejlonzacskóba, ilyen ficniket odaadtam neki, egy halom ficnit, azt ő hazavitte, és korrektül szétírta, legépelte, egymás mögé rendezte, beleírt konferanszokat, meg mindent, és két hét múlva jött nekem egy olyan műsorral, amin én már közben röhögtem, szóval annyira jópofa
konstellációba rakta az egészet. Szóval abban a pillanatban mondtam, hogy jó, hát ezt csináljuk. Én most már jó ideje azt érzem, hogy nem erőlködni kell a színpadon, hogy azt megvalósítsa az ember, hanem én úgy eleresztettem ezt is, a művészetbe való erőlködést. Hanem mert volt egy mondat a szavát, ne felejtsd, egyszer azt mondta, hogy én korábban túljátszottam bizonyos jeleneteimet, de igen, ma már nem. Igen. Igen. Sok volt? Sok. Tehát én megpróbáltam azt megcsinálni, amit gondoltam, de nem volt még hiteles, nem volt kiforva. Ez mikorra tehető? Tehát melyik időszakra? Hát az, amikor én elkezdtem színészkedni. Uh-huh. Tehát a korai színészi munkálataim azok nem voltak igazán jók, szerintem. Tehát ott a 86, 87, 88, itt a 80-es évek vége felé én szerintem nem voltam jó színész. Tehát azért karakteres volt, meg azért hasonlókat csináltam, mint amiket gondoltam, hogy kéne. De mivel erőltetett volt, ezért nem volt igazán jó. Egyébként az ön számára ki a kontroll? Tehát mi méri le azt, hogy jó vagyok, nem jó vagyok, akkor is tudja az ember, vagy az idő előre haladtával tudja azt kellő bölcsességgel megállapítani, hogy most már azért jobb vagyok, mint akkor? Hát azért tudom, hogy kiknek kell elmondani a verseimet. Tehát az a szűk, van egy szűk kör, akiket én kísérleti alanyoknak tekintek. Például az egyik a 16 éves fiam, a mamája, a volt feleségem, meg az én mostani feleségem. Tehát ez a szűk kör, akinek tudja, hogy elmondom a verset, mielőtt még egyáltalán a társulatnak megmutatnám. Én a társulat előtt látják őket? Hát ők a társulat előtt látják, és amikor már azt mondja rá, hogy oké, meg hogy ők nevetnek rajta, akkor már a társulatnak is megmutatom. És volt olyan, hogy nagyon tévedtek? Akár pozitív, akár negatív értelemben? Volt. Igen, volt olyan, ami például a nyúlnyál versről nem derült ki még rögtön az elején, hogy az annyira jó. És volt már olyan, hogy én valamit nagyon jónak tartottam, és ugye, szóval tehát végülis a közönség fogadtatása az nem volt elég jó, de mindegy, hát ez hogy jó, meg nem jó, ez ilyen nincs. A valóságban nincs. Tehát ez csak az emberi tudatnak a villócása. Hát végülis az a valóság, de szóval annál mélyebb valósága nincsen. Tehát az mindig szempontoktól függ, hogy mi jó és mi rossz. Gola Miklósról azért beszéljünk pár mondatot, hiszen most visszatér, ugye az ön koncertjén lesz a konferencié. Úgy van. A november 6-ai koncerten, ami az Arénában lesz. És szerintem nagyon sokakat érdekel azért ez a viszony kettőjük között, hiszen műfajnak két korszakos egyéniség, hogy ne beszéljen egymással 18 éven keresztül. 18 éven keresztül. Azért az tényleg elképesztő. Ez elképesztő valóban. Miért romlott és hol romlott ez el? Hát igazából én nagyon szeretnék ezen nagyon gyorsan túlkerülni ezen a kérdésen, mert nem jó már egy régi és eltemetett dolgot föltépni. Tehát én megmondom, hogy tavaly november óta nem szeretem ezt visszamenőleg bolygatni, mert tavaly novemberben kibékültünk. Tehát ezt ki kezdeményezte? A Miklós. A Miklós kezdeményezte ezt most, és én mondtam neki, hogy jó, de tisztáznunk kell az akkori dolgot, mert anélkül nem lehetünk barátok, vagy nem tudunk kibékülni. Annyit mesél róla, amennyit akarod. Az akkori dolog, az egy gazdasági sérelem, emberi sérelem, ő követte el önök irányában? Ő követte el, és ezt be is látta, és olyan képtelen helyzet volt, hogy a társulat összenézett, és azt mondta, hogy ezt nem lehet. Tehát valaki, aki úgymond olyan szélsőségesen mást gondol arról, hogy mi van, ahhoz képest, ami van, akkor ott meg kellett tőle válnunk. És onnantól kezdve, hát ilyen rémtörténeteket kaptunk vissza mindenhonnan, hogy a Miklós milyen értelemben nyilatkozik rólunk, vagy miket. Szóval ott nagyon az ő részéről úgy éreztük, hogy nagyon elmérgesedett a dolog. Mi soha nem bántottuk szándékosan, soha nem mondtuk el. A mai napig nem mondtam el, soha nyilván. Ez tényleg így van. Alaposan ez felkészültem, van. Én nem hallottam. Soha. Konkretizálva soha, hogy mi történt. Akkor, na ezért, és én ezt magamba tartom direkt, szándékosan. Nem azért, hogy megőrizgessem, hanem hogy ez ne legyen téma. Az igaz például, művész úr, én ezt nem akartam elnézni, hogy volt egy olyan miskolci fesztivál, ahol felléptek önök lárpullárként, és a következő nap Gala Miklós fellépett, és fertőtlenítette a színpadot önök után. Én így hallottam attól a szervezőtől, aki minket is szervezett oda, az egyetemi fesztiválra, meg a Miklóst is. Tehát ő utólag mondta nekünk a következő találkozásra, hogy képzeljétek el, nem hittem el, hogy mi van, hogy
azt mondta, hogy ő addig nem lép föl a színpadra, amíg az nincs fertőtlenítve. És erre vimmel kellett felszórni a színpadot. Tehát ez egy történet. Én nem voltam jelen, nekem mondta az a szervező. Tehát innentől én nem tudok megesküdni arról, hogy mi volt, mi nem volt. Na, tehát a lényeg az, hogy ilyeneket hallottunk. És ennek ellenére, amikor 20 éves lett a társulat, tehát az azt jelenti, hogy 2006-ban mi tartottunk a MÜPÁ-ban egy jubileumi koncert, illetve fellépést, tehát a társulattal. És arra a menedzserünkön keresztül meghívtuk a Miklóst. Tehát többször is hagyott üzenetet a telefonjain, mindenféle, ami itt rendelkezésre állt, és nem is reagált vissza. Felvenni nem vette fel a telefonokat, viszont nem is reagált. És most utólag, amikor tavaly novemberben találkoztunk, ő nekem azt mondta, hogy képzeljem el, hogy technikai téma volt, tehát neki nem működött egyszerűen a üzenet rögzítője. És hogy ő nem is tudott arról, hogy mi kerestük, de hogyha tud róla, akkor viszont eljött volna. Tehát elvileg az már 10 évvel korábban megtörténhetett volna, hogy mi újra összebékülünk. Ehhez képest ő most kezdeményezte ezt, most kezdeményezte. És vár fele 10 évet. Igen, igen, igen. Tehát most kezdeményezte tavaly novemberben, és... Bocsánatot is kér, tehát igen, úgy, ahogy van, önök ezt a ki nem beszélt konfliktust kibeszélték, és nyugodtra jutott? Mi ketten kibeszéltünk. Tehát a társulat, és társulat többi tagja és Galla Miklós nem békült ki. Ők nem. De én kibékültem a Galla Miklóssal. És azért békültem ki vele, mert már bennem is évek óta munkált, hogy ez egy teljes hülyeség, ez egy rossz dolog, mert például maga a Lárpullár társulat a Galla Miklósnak köszönheti a létét, a fennállását. Hát ő szekírozta ki belőlem azt, most mondtam. Ha az nincs, akkor nincs az egész, de az ő egy évig dolgozott azon, hogy az legyen. És abból fakadt minden, ami mostanáig van. Tehát nincs társulat akkor, nem, én nem hoztam volna létre. Ez olyan, mint a szülő anyja valakinek, vagy ilyesmi. Szóval akármilyen hülye is az anya, azért egy idő után visszatér hozzá az apja, vagy a gyermeke. Önök barátok ez idő szerint? Hát mondhatom, hogy igen. Már amennyire a Galla Mikivel lehet barátkozni. Tehát azért nem egy egyszerű dolog, hogy az mit jelent neki az, hogy barát. Tehát voltunk mi olyan viszonyban, és ez most még nem állt helyre, hogy én volt, hogy nála aludtam, de a földön, tehát ilyen paplamból volt egy, annyira sokat dumáltunk, éjjel 3 volt már, mire abbajtuk van, és akkor kiderült, hogy akkor inkább ott alszom. Tehát a barátságnak ez a szintje, ez nem jött létre köztünk, nem érintkezünk ennyire szorosan. Helyrehozható ön szerint ilyen mértékig? Nem is igénylem. Én úgy szeretek otthon aludni, de nem szeretem azt, hogyha olyan sokat máshol alszom. De benne lennék. Tehát, hogyha van olyan pezsgős hangulat, de most a Miki sem olyan nagyon pezsgős, hanem ő is már egy megfontolt, tehát idősbödött ő is. Hát mi egymáshoz öregedtünk. És akkor szóval szép higgadtan dolgozgatunk, leülünk, hát igen, baráti beszélgetéseket folytatunk. Megnézheti, aki akarja, hogy hogy működik a kettősök november 6-án. Visszaugorva még egy picit az időbe, ugye azt mondtad, hogy nagyon a zenélést erőltett, tehát nagyon szeretted volna, ha ott teljesedhetsz ki, de valahogy mégsem kaptad meg azt a fajta elégtételt, vagy azt a fajta elismerést, nem tudom mi a jó szó, ami ahhoz kellett volna, hogy úgy megnyugodj. Ebbe például Erdős Péternek nagy szerepe volt? Ja, Istenem, az Erdős Péter. Mondjuk el, lehet, hogy nem mindenki. Ugye Erdős Péter volt az előző rendszernek egy nagyhatalmú korifeusa, aki a könnyű zenéért felelt, élet és halál ura volt, átkot és áldás szort. Így van. Nagyon szuggesztív figura volt egyébként, jó pofa, szóval mi röhögcséltünk egymással, tehát röhögve cseszett ki velünk. Tehát gyakorlatilag nem volt mi köztünk rossz viszony. Hát egyszer azt mondta például, hogy úgy, hogy mondjam, 5 voltunk csak, a zenekar 4 tagja, plusz ő, tehát ezt azt jelenti, hogy 10 szem közt. Plusz, hogyha beszámítjuk a Marci szemüvegét, az 12. És ennyi szem közt megmondta nekünk, hogy hát fiúk, hát én eladhattam volna az Afrikából 100 000-et, mert hogy 30 000-et adott el csak. Én eladhattam volna 100 000-et, csak nem akartam. Tehát ez jellemző volt az ő... Ilyenkor mit éreztetek, mikor ezt hallottátok?
csinált körülbelül ilyet. Nem volt valami jó. Ugyanis ez volt a problémánk, hogy a KFT zenekar nem tudta magát kinőni, de nagyon nagyra kinőhette volna magát. Tehát mondok példákat, hogy csak a mi befutásunk után 2 éven belül körülbelül 5 nyugat-európai lemezcég jelentkezett, hogy szeretné futtatni Nyugat-Európában a KFT-t. És ezt az Erdős Péter megakadályozta. De miért? Miért haragudhatott ő rá? Nem haragudott, de hogy is jóba voltunk, nem haragudott. Hát ő neki nem illettünk a terveibe. Tehát ő a Neoton Familiát szerette futtatni, azt szerette volna, de el is érte, hogy az, hogy magyar popzene, az a Neoton Familia. És tényleg mindenhova mentek, mint a nagyon jó magyar. És hát tényleg egy jó kis slágerzenét játszottak, tehát ez nem műfai kérdés, hanem ez inkább az, hogy mi egy államilag egy nem támogatott kategóriába estünk, tehát ezzel az új hullámos, kicsit pikírt szövegű, kicsit társadalomkritikus mondani valójú zenénkkel és szövegünkkel, hogy ezt nem akarták, hogy ez olyan nagyra nőjön. Keserűség akkor közben volt bennetek? Hát hogy ne lett volna. És közben egymást okoltuk meg a világegyetemet, meg mindent, szóval, hogy gyakorlatilag az volt az igény, hogy mi nem vagyunk eléggé slágeresek, és hogy legyünk slágeresek, és hát amennyire tudtunk, slágeresek lettünk, mert azért az Afrika, elnézést kérek, az a mai napig sláger. Tehát azért ki tudtunk mi így pöttyinteni magunkból nagyon jó kis slágeres dalokat. Kik lehettetek volna ti? Hát ezt mit tudom én. Nem tudsz mondani egy olyan behelyettesíthető nyugat-európai zenekart, ami ha szerencsés a csillagállás, és mondjuk Erdős Péter kellőképpen konstruktív veletek szemben, akkor ti lehettetek volna azok? Hát de senki nem lettünk volna más helyett, hanem lehettünk volna a KFT-vel egy olyan zenekar, aki akár még Amerikában is turnézik, vagy Nyugat-Európában. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan omega szintű sikert tudtunk volna csinálni. Az nem kevés. Mint amilyet az omega csinált Nyugat-Európában. Hát más műfajban, de szerintem egy akkora kör, hát Németországban egy hát ahányszor mi fölléptünk, mert azért fölléptünk is klubokban, hát üvöltő siker volt. Tehát, hogyha az ott most el tud terjedni, van mögötte pénz, van mögötte berendezés. Hát nekünk nem volt, a mai napig nincs zenekari felszerelésünk. Az elképesztő, az hogy lehet? Hát az úgy, hogy mindenkinek megvan a maga cucca, de az, ami a zenekar, tehát, hogy például egy PA system, meg keverőpult, meg egy nagy világítás cucca, ami minden normális zenekarnak van, az a mai napig nekünk nincs. Anyagilag nagyon sok mindenről lemaradtatok? Ezt azért is gondolom, mert egyszer azt mondtad, hogy a 7 nagy lemez meghozhatta volna azt az anyagi biztonságot, ami által nekem is lenne egy háza, mint például Zoránnak. Hát úgy van. Ez biztos, hogy így van. Nagy a különbség azon magyar zenészek között, akik megkapták azt a lehetőséget, vagy eljutottak oda, ahova eljutottak, ti pedig nem juthattatok el azért, amiért? Ez anyagi különbségre gondolom? Szerintem nagy a különbség, igen. Te például, és nem a zsebedbe akarok kotorászni, ahogy élsz, az elsősorban például a lárpullárnak köszönhető? Tehát a komikusi létednek? Anyagi javak tekintetében? Igen, igen, igen. Azt mondhatom, hogy a bázis az ez, és amellett most már azért egy pár éve csinálok ilyen szólóesteket, és az is azért jó. És a KFT-vel is persze pénzért lépünk föl, és abszolút nem, csak nem, szóval nem ilyen nagy országos turnék, a sportcsarnok meg hasonló, hanem hát fel-fel lépegetünk, és abból is jön valami, de hát ez nem ilyen milliókra rúgó jövedelem, tehát nem havi milliókra rúgó, hanem hát ez egy ilyen szerényebb ahhoz képest, tehát az embernek rendkívül sok kiadása van, ugye, több gyerek, meg mit tudom én, szóval gyakorlatilag egy érdekes helyzet, hogy azért nem keresek rosszul, de azért az szépen elfogy. És nem is nagy luxusra, tehát csak úgy. Mennyi idős most a legkisebb? Ugye 4 vannak? 4 vannak, és a legkisebb az 4 éves. Na de már azután következő nagyságú, az a 16 éves, hát azt is végigvittem én a gyerekkorán egy csomó ideig. Tehát mit tudom én, 6 vagy 7 éves volt, amikor én elmentem onnan, de odáig, hát én vittem óvodába, meg iskolába, meg mit tudom én, szóval ott is volt reggeli fölkelés. Tehát az a helyzet, hogy a Jóisten beteszi az én életembe azért azt a fajta fegyelmi tényezőt, hogy én azért ne essek teljesen szét. Az más kérdés, hogy amikor hajnali 2-kor jövök haza, akkor azért a családom megkímél attól, hogy nekem hajnali 6-kor kelljen kelni.
meg ilyenek, tehát ez oké. Okay, de nagyon más apa vagy, mint mondjuk voltál az első gyereknél? Tehát 60 éves kor közelettével az ember egész más, hogy tekint, nyúl, közeledik egy gyerekhez? Így van. Nagyon másképp. Bennem nagyon másképp. Tehát nem is a szeretetben van a különbség, hanem az áldozatkészségben. Az benned nem volt meg korábban ennyire? Hát nem, annyira dolgoztam a magamén. Tehát állandóan küzdöttem, mentem előre, hogy ez, ráadásul a nagyfiam az még akkor született, amikor én még nem is voltam zenész, tehát nem abból éltem. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő azt a küszködéses időszakot élte meg, amikor én nagyon keveset voltam otthon, mindig mentem a dolgok után fellépés. Például a KFT-vel a korai időkben, na ezt képzeljétek el, hogy ez mi, hogy 81-től 82, mondjuk 81 őszétől 82 őszéig terjedő egy éves időszakban mi 400 előadást csináltunk. 400, de 365 nap van csak az évben. Tehát el lehet képzelni, hogy ez hogy nézett ki. Ilyenkor az ember próbálja bepótolni azt a legkisebbnél? Amikor már sokkal inkább bölcsebb és sokkal inkább szabadabb, ilyen értelemben? Nagyon okosan látod. Ez így van. Tehát én most próbálom a karmámat a legnagyobb szentséggel megvalósítani, hogy most a kicsi legalább kapjon meg mindent, amit a nagy meg nem kapott, és ezért szerintem én a képességeimhez képest mint apa vagyok. Tehát elismerem, hogy esetleg az én képességeim kisebbek, mint egy igazi mintaapának, de magamon belül én mintaapaság élményben élek. És közben meg hát mindent csinálok mellette. Te az a fajta apa vagy, aki inkább tanító, mint pajtás? De én pajtáskodok vele, én mindent csinál. Persze, mindent. Pajtáskodok, dögönyözöm, sinekből építek nekik is favonat rendszert, meg mindent. Amit kell csinálni, azt én mindent. Legózok például, rajzolgatok, dicsérgetem a rajzait. Együtt pamacsolunk. Olyan festéke van a gyerekemnek, hogy újjal lehet festeni, tehát trotyak, de van sárga trotyak, kék trotyak, piros trotyak, és akkor papírokon trutykolunk, és ezt a gyerek mind csinálja, de ő akarja, és akkor együtt csináljuk. Szóval gyakorlatilag egy nagyon gazdag együttlétünk van. Keveset tudni arról, pedig most elmélyedtem azért a te életművedben, hogy te szüleid vagy a te gyerekkorod, az hogy nézett ki? Azt tudom, hogy Zuglóban nőttél fel. Ennyi sikerült megtudnom. Milyen foglalkoztak közel a szüleid? Édesapám vegyészmérnök, még a mai napig is él, hála a magasságos mennybéli atyának, most már 90. életévében jár, és hát ő egy tudós ember, ezt lehet rá mondani. Tehát egy nagyon racionális, mérnöki tudással és mérnöki hozzáállással rendelkező ember, rendkívül sokoldalú az érdeklődési köre, és hát ugye ami tőle távol áll, az az én zeném. Tehát ez így alakult. Távol áll? Ez milyen értelemben? Hát, hogy nem érdekli. Nem érdekli? Nem. Soha nem is érdekelte? Nem. Koncertre nem jár? Nem. Nem hiányzott ez neked? Hát igazából úgy formailag hiányzott, de végül is azért kicsit riadtan néztem volna az apámra, amiközben nyomjuk azt a hangos zenét. Tehát én nem is forszíroztam, hogy a szüleim olyan nagyon belemerüljenek az én rockzenészi létembe, tehát az a hangos zene, tehát ez nem bírják. Ezért csak büszke lehet egy 10-20 éves fiú, amikor fesztiválokon megjelenik, amikor eléneklik a Bábú vagyot, és az ország tényleg tapsol és elismeri, mert az egy revelatív történet volt, amennyire az olvasmány élményeimből erre rájövök 81-ben. Akkor sem mondták azt, hogy hát Andris az de várjunk, mondani mondták. Tehát ez nem egy rossz indulatú elzárkózás a részükről. Tehát például az anyám minden cikket kivágott. Tehát így ollóval. Uh-huh. És azt belerakta egy dossziéba. És egy egészen komoly, amikor szegény eltávozott 2000-ben, akkor egy nagyon komoly cikkhagyaték volt ott ilyen dossziéba berakva, ahol ő végig gyűjtögette. Tehát ő büszke volt én rám, meg időnként mesélt is. Csak őt valahogy nem érintette meg ez a dolog, meg egy kicsit idegen volt tőle, tehát eleve idegen volt tőle ez az abszurd. Tehát, hogy ennyire szókimondó baromságok zajlanak, az ő finom ízlését zavarta. Ő mivel foglalkozott édesanyám? Az édesanyám külkereskedelmi levelező volt, és 6 nyelven levelezett. Ami azt jelenti, hogy 6 nyelven tudott tehát működni. Az sok. És
amúgy meg egy nagyon érzékeny valaki. Két ilyen kiművelt emberfő, ez gondolom polgári attitűdöt jelent, így tehát van, két polgárról beszélünk szüleid esetében. Hogy fogadták azt, hogy például neked klasszikus értelemben nem lett diplomád? Nem gondoltak egy ilyen hagyományosan vett egyetemi pályában? Nem gondoltak az esetedben? De gondolkodtak, ők azt szerették volna. Az apám az már mondta, hogy én a Miskolci Nehézipari Egyetemre mehetnék, arra ő tudna kapcsolatot annak idején, hogy én menjek tovább kohómérnöknek. Jó, és erre mi az érdekes, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt mondta nekem az apám azt, vagy lehet, hogy csak 5 éve, hogy fiam, hát én most belátom, hogy neked igazad volt, mert hogyha te most elmész és kohómérnökre kitanulsz, és most te kohómérnök vagy, akkor most nincs állásod, fiam. Mert megszűntek a kohók Magyarországon. Igen. Tehát jól döntöttél, fiam, mondta az apám. Óriási. Ha már polgári attitűdről, vagy polgári millióról beszélünk, a te gyerekkorod például úgy telt, ahogy azt el kell képzelni? Tehát adtak irodalmat a kezedben, klasszikus zenét adott esetben, tehát kinyitották számodra a világot? Múzeumokat, koncerttermeket? Tehát igen. Tehát az általános műveltségemet azt tulajdonképpen az otthoni környezetnek köszönhetem. És annak, hogy én nagyon-nagyon korán már olvastam, és rendkívül sok könyvet olvastam el. Tehát az én fiatal korom az olvasással telt. És aztán még később is, tehát már a nem olyan fiatal koromban is olvasás révén révültem. Hát óriási könyvélményeim vannak. Az abszurd humor, az szerintem Karinthy oltotta belém, hogy visszavonhatatlanul megfertőzött, mert emlékszem 14 évesen a konyhában, a konyha kövön fetregtem. Emlékszem, hogy leestem a székről. Tehát annyira röhögtem, hogy röhögő görcs jött rám, és a röhögő görcsbe pedig a konyha kövön fetregtem, amikor olvastam az Így írtok tit. Tehát volt egy-két olyan paródiája a Karinthynek, hogy az kész. Tehát az maga az abszurd gyöngyszem. Ti el is mondjátok, ha csak tudjátok, hogy ti nem az angol humor követői vagytok, sokkal inkább tartjátok Örkény vagy Karinthyt kvázi szállást csinálónak, már azzal kapcsolatban, amit ti csináltok. Épp ezért kérdezem, hogy szerinted van még abszurd humor? Nem annyira abszurd az a világ, amiben ma élünk? Ez idő szerint, hogy azon már, kérdezem én ezt abszolút laikusként, szinte már nem is lehet, vagy kell csavarni? Hát pont, hogy kell csavarni. Kell? Hát pont azért kell. Még egyet? Hát pont azért, hogy lehessen rajta röhögni, mert különben megdöglünk. Tehát az a baj, hogy annyira abszurd, és annyira lehetetlen, és annyira átlátszóan gonosz a világban egy csomó történés, nem a világ gonosz, bocsánat. A világban zajló nagyon sok történés mögött olyan végtelen abszurd gonoszság lakik, hogy azt most vagy megdöglünk, kinyiffanunk, elmebetegek leszünk, öngyilkosak leszünk, vagy betegségbe megpusztulunk, ha csak nem tudjuk kiröhögni. Mindig az ember szempontja határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha egy tégla ráesik az ember lábára, akkor rossz, ha beépítem a falba, jó, ha csak lerakom, akkor közömbös. És ugyanaz a tégla tud közömbös lenni, jó lenni és rossz lenni. És ez benne az érdekes, az egész létezésben ez a nagy érdekesség. Te mindig fiatalon is ilyen filozofálgatóhakat voltál? Mindig olyan világosan és láttatva tudod elmondani azt a bizonyos okfejtést, amivel belefogsz, hogy emögött nagyon sok, legalábbis kívülről úgy tűnik, nagyon sok gondolat és nagyon sok csúnya szóval éve agyalás van, nem? Hát de. most elcsíptél. Hát igen, mindig töprengő alkat voltam, hosszasan töprengtem mindig mindenen, és most, hogy hála az égnek, hogy rátaláltam a természetes belátás eszméjére, ami azt jelenti, hogy mindenki tudatosan be tudja látni, hogy vannak a dolgok. Csak az kell, hogy eléggé sok szempontból legyen képes látni ahhoz, hogy lássa, hogy mi az az egész. Tehát például összeszólalkozom valakivel, nézeteltérés van, csak akkor tudom feloldani magamban a nézeteltérést, hogyha az ő nézeteit egy pillanatra át tudom legalább venni. Hogy ő miért mondja azt, amit mond, abba bele kell éljen magam az ő szempontjába. És akkor egyszer csak fölsejlik, hogy ja, hát onnan nézve tényleg úgy van. Hát innen nézve ugyanígy van, de onnan nézve viszont úgy van, és akkor hol lehet a kompromisszumot megtalálni? Az ember képes belátni a dolgokat, és azokból levonni a konzekvenciát, és abból meg a tevékenységét megformálni. Azért merlek erről kérdezni, mert nyilatkoztál róla,
hogy, és ez megdöbbentett, hogy te 17-18 évesen ragasztóztál. Igen. Ezt mi diktálta? És a belátásra jutott eszembe, nyilván volt egy végpont, amikor rájöttél, hogy ez nem út. De hogy keveredtél te abba? Hát akkor divat volt, éppen a diákok ragasztóztak, valaki megmutatta, és nekem nagyon tetszett. Tehát hihetetlenül komoly tudatváltozást okozott ez. Tehát egy nagyon, nekem nagyon spirituális élmény volt. Spirituális élményt hozott? Igen, nagyon erőset. Tehát a többieknek nem. De nekem átkattantam egy olyan látásmódba, ami egészen meghökkentett. Ja, és ezért is hagytam abba. Szóval képzeld el, hogy nekem a ragasztózás egy bizonyos pontján 3 hónapig ragasztóztam. A 3 hónapnak a vége, az úgy lett vége, hogy megjelent a látomásban egy látomáshoz képest minőségileg tökéletesen más valami, akit én úgy hívtam, ez egy valaki volt, csak egy energiaformában jelent, meg nem valami testi formában, hanem egy energia bejött, és az kiüldözött engem a szipuból, egy mantrával rám olvasta, hogy én nekem ez tilos, nem szabad ezt csinálni. És az az energiaszál, az akárhányszor akartam még szipuzni utána, mert egy hétig ilyet voltam, hogy a szipuisten kiüldözött a szipuból, de akkor utána azért megpróbáltam, hát ha most már lehet, és minden egyes szipuzásomnak a kezdetén becsapott a képbe egy ilyen energialán, csak egy energiaszál, majd vigyázz, itt vagyok, nem szabad. Volt olyan pillanata ennek, hogy úgy érezted, hogy veszélybe lehetsz? Tehát, hogy elkaphat a gépszi? Én nem éreztem azt, de utána tapasztaltam, hogy ez borzadály. Az igaz, hogy utána néhány szó vagy bizonyos szavak nem jutottak eszedbe? Ez igaz. Tehát képzeld el, hogy bizonyos specifikus szókészletem meggyérült. Tehát igenis, én átéltem azt, hogy a tudat, az agyam károsodott egy kicsit. Tehát bizonyos speciális szókészletet. Milyen szavak például? Hát például olyan, hogy eutanázia, mondjuk, ez egy példa. Tehát nem jutott eszembe, hogy van, eutanázia, és akkor, aha, tudom. Tehát újra vissza kellett emlékezni, rá kellett gyakorolni, hogy bizonyos szavak ilyen speciális dolgok. A mostani éned, a mostani Lár András, aki látnivalóan és érzékelhetően egy bölcs, megállapodott, megnyugodott. Köszönöm szépen. Ez így van, ez szerintem nem értem hallod először. Az hogy tekint az akkori önmagadra? Hát én teljesen mindent örülök, mindenek örülök. Tehát én most azt mondanám a 17 évesnek, hogy jól csinálod. Minden, igen? Amit csinálsz, jól csinálsz. Csináld úgy, ahogy a szíved diktálja, mert abból majd megtanulod. Végig kell járni hibákkal, végig, kudarcokkal együtt? Így van. Nem lehet kihagyni semmit. Hát nyilván mond, segíthetnék, mondanám, hogy figyelj, azzal a csajjal ne találkozzál, ne szórakozz. Andriska, hát ne csináld! Ezt mondhatnám. Na de nincs értelme. Kellett az, kellett, most bennem van. Tehát az a csajemlék, az most bennem van, és az nagyon jól távol tart engem bizonyos típusú csajoktól. Ha azt akkor nem tudom meg, akkor lehet, hogy jön valaki, aki tényleg leharapja a fejemet. Tehát azt most nem harapta le eddig még senki se a fejemet. De ha akkor azzal nem találkozom, lehet, hogy már leharapta volna. Szóval rettenetes. Szerintem minden pont úgy van jól, ahogy van. De abból lehet még jobbat kihozni. Ugyanis a jövő még nincs kész. Ebből a másodpercből most alternatív jövők sokasága ágazik el, és bármelyikre dönthetünk. Oda lépünk, akkor az az univerzum indul be. Ha ide lépünk, ez az univerzum, és már nem lehet visszacsinálni. De végtelen számú alternatív univerzum van, ahol már most tulajdonképpen megvannak a mintázatok. Tehát mondhatnám azt, hogy szélsőségesen determináltak vagyunk, de azt is mondhatom, hogy végtelen a szabadságunk. És ez egyszerre. Ez a misztikus ebben az egész játszmában. Még egy dologra feltétlen választ szeretnék kapni tőled, mert ezzel megmondom, hogy én nagyon jót derültem, hogy a lovagkeresztet, amit te kaptál, az állítólag a strandon veszed föl, vagy ez csak poénból nyilatkoztam? Nem, tényleg. Volt olyan, hogy volt kedvem strandon fölvenni, és egy pár napig úgy jártam a Siófok sóstói strandra, hogy ilyen úszónadrág, fölött egy póló, és rajta a lovag. És kitűzted? Hát ki hát? Hát miért? Hát lovag vagyok. Hát én strandon is lovag vagyok. És úgy is viselkedtem. Tehát akkor úgy is viselkedtél, úgy jártál el? Hát máskor is úgy viselkedem, mert amúgy is lovag vagyok, de akkor is úgy viselkedtem, hogy igenis hoztam sört például, aki kérte. Én magam nem iszom sört, úgyhogy vagy csak nagyon ritkán.
Tehát azért mégis kap sört, aki kéri, nem? Vagy hozom neki a lángost, ez anyósomnak, hát csak hozok neki lángost. Nem? Ezeket te polgárpukkasztásnak szánod egy picit, vagy magadat szórakoztatod? Hát nem pukkatott senki. Ki tudja, hogy polgárok voltak-e ott? Ezt nem lehet tudni. Hát fürdöttek, egy bugyiba volt mindenki. Hát aztán levettem ugye a trikóval, nem avval mentem be a vízbe. Tehát ez csak egy kis izé, de volt már, hogy fölvettem komoly helyen is. Tehát időnként, hogyha úgy érzem, hogy hát figyelj, misztikus értelemben, most nézzük meg, nem egy jó szertartás az, hogy az ember beviszi, érted, egy teljesen deszakralizált, világi, ilyen pamacsoló, nyaralós közegbe beviszi, érted, a lovagság eszméjét. Hát nem egy jó lépés. Mindegy, hogy észreveszik, vagy nem, mégiscsak elterjed. Tehát azért itt van egy lovag. Ő tudja, aki tudja. Azért. És mindegy, hogy tudják-e, vagy nem, én tudom, és mivel a tudatommal láthatom a teret, ezért a lovagiasság eszméje ott van. Tehát én a lángos sütőben is megláttam a lovagiasságnak a lehetőségét. Sok mindenről beszélgettünk, és hát azzal kezdtük ezt az interjút, hogy 60 éves vagy, ami valamilyen szinten egy összegzéssel ér fel. Ez a koncert is. És nagyon sok mindennel foglalkoztál, nagyon sok felé ágazott az életed és a tevékenységi köröd. Szerinted mi a nagymű? Az már megvan? Nincs. Nincs? Még nincs meg. De meg lesz. Meg lesz. Hát ez már a nagybűnek egy része. Tehát ez, amit most összerakunk, és itt november 6-án megtörténik, ez ugye mondtam, hogy egy szertartás. Plusz hát egy szélsőségesen szórakoztató dolog. Tehát nagyon-nagyon ki van találva, hogy ott mi lesz. Ez egy, tehát jó szórakozás, de közben mégiscsak egy szertartás. És mi a szertartás lényege? Ez az összekapcsolás. Na most, ha ez megtörténik, akkor onnantól azt mondhatom, hogy én már egy háromlábú székként funkcionálok. Tehát már az ülőkén vagyok. Mert ez a három láb összeállt. És innentől még a háromlábú székre hátra lehet rakni egy kis világító tornyot. Hátha. És ha lehet, akkor azt még meg lehet csinálni a további. Hát szerintem... Tehát vannak bizonyos jelek, amik azt mutatják, hogy még lesz erre időm, és akkor a elkövetkezendő 30 évben mondjuk még ezt megcsinálom. Legyen így, kívánom. Nagyon köszönöm, szépen, hogy láttunk. Köszönöm szépen. Ez volt Lár András arcképe, tartsanak velünk legközelebb is. Mi itt leszünk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok.